Lévai Kálmán évtizedek óta tájfutó, feleségével számtalan nemzetközi versenyen vettek már részt. Tulajdonképpen a cukortasakok gyűjtését is ennek köszönheti, hiszen az éttermekben, szállodákban, a kávé mellé sokszor céglogós cukrokat szolgáltak fel. Megtetszettek nekik a kis emblémás tasakok, aztán elkezdték gyűjteni. Először csak úgy, aztán már egyre szisztematikusabban. Az elmúlt években több nemzetközi találkozón is volt gyűjteményével. Most az idei a karantén miatt elmaradt, így kicsit nosztalgiázva is elkezdte rendszerezni gyűjteményét. Hál' Istennek itt vannak a cukrok, amikkel lehet az időt tölteni. Rengeteget kellett úgymond kiselejtezni, mert nemhogy dupla van, hanem mit tudom én, van belőle már 10 pont ugyanabból, ami teljesen felesleges. Nem beszélve arról, hogy nemzetközi szinten is járunk találkozókra, és ott is tudjuk, hogy mire van igény, és mire nincs már igény. Tehát teljesen felesleges volna ki cipelni, meg aztán haza cipelni. Úgyhogy ezeket, és hát természetesen a sokfajta cukor van, az egyedi cukrok, meg a sorozatok, és hát vannak olyanok is, amit én nem igazán szeretek, a céllal csináltatott, a találkozókra csináltatott sorozatok, amik gyakorlatilag kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, és én azt annyira nem is díjazom emiatt, hogy csak azért csinál, hogy nesze, ő is csináltat, nesze, hát ennek mi értelme nincsen. Viszont azokat tartom igazán sokra, ami sorozat, úgymond például van egy olasz sorozat, ami 60 darabból áll. Egyik oldalán képek vannak, a másik oldalán meg ilyen össze-vissza valami. Viszont abból az egy puzzle. Ki lehet rakni a 60 darabból egy nagy képet, és ez kereskedelmi forgalomba volt az olaszoknál. Egy őszi tájfutó versenyen voltunk Velencébe, és ott találtam. Hamar híre ment az ismerősök, barátok, munkatársak körében is Lévai Kálmán új hobbiának, így azóta másoktól is kapja a kis tasakos cukorkákat, mert gyűjtőnek lenni jó, és majdnem mindegy, hogy mit gyűjt az ember, a lényeg az, hogy örömét lelje benne. Az olaszok talán, nem mondom, hogy legnagyobb gyűjtők, mert nincs olyan kitekintésem Európára, de az olaszoknál nagyon sokan gyűjtik szert az országba. A főgyűjtő szokta szervezni ezeket a tavaszi találkozókat, valami 1,5 millió vagy mennyi van neki. Tehát, hogy hol tartja meg egyéb ilyeneket, nem tudunk, de és talán, ha igaz, amit mondtak, hogy az olaszoknál köteles példány van, mint nálunk a könyvből. Hát teljesen ledöbbentem. Tehát ha valaki csináltat, vagy illetve egy cég csináltat, akkor abból egy sorozatot, vagy egy darabot le kell adni, mert az kell ennek a gyűjtőnek, aki úgy tűnik, hogy most már ilyen nagy üzembe gyűjti, és ebből meg lesz minden példány, ami Olaszországba legyártásra, kiadásra kerül. A gyűjtő ugyanis akár naponta is részese lehet az ajándékozás örömének. Így van ezzel Lévai Kálmán is, aki a tűzoltó relikviák mellett a kávéházi cukortasakok gyűjtésében találta meg hobbiát, szenvedélyét, hiszen általa a világ egy kis szelete mindig megtalálható nála értékesebbnél értékesebb tasakok, kockacukrok, cukorsövegek által. Nagyon érdekes, hogy egyesek így számon tartják, hogy ennek golyóstólat kell hozni, ennek cukrot kell hozni, ennek képeslapot kell hozni, ennek nem tudom mit kell hozni, tehát hogy ki mit gyűjt, úgyhogy vagyunk különböző gyűjtők itt a városban, hisz évekkel ezelőtt volt egy ilyen sorozat is, aki bemutatta a különböző gyűjtőket, és akkor derült ki igazán számomra is, hogy úgymond komoly beosztású, komoly emberek, hogy át tudnak menni gyerekbe, amikor szabad idejük van. Ami talán nem is rossz, mert a napi kemény feszültséget azon le lehet vezetni. Egy kicsit játékos marad mégis az ember, nem savanyodik bele a szakmájába vagy a feladataiba. És hát én is így voltam ezzel, hogy amikor elkezdtem gyűjteni. Ez teljesen véletlen volt egyébként, mert a feleségem egyik kerek születésnapján kint voltunk Franciaországban, Párizsban, és
hát a szállásunkon a reggelihez különféle cukrokat adtak a kávéhoz. És ugye, mint tájfutók, akik járunk ide-oda, ilyen erdő, olyan hegyvidék, stb., ahol nem biztos, hogy van cukor, mondjuk a teába, vagy egyéb, és eltettem, hogy jó lesz ez még valamire, jó lesz ez még valamire, jó lesz, és ez így idővel gyűlt a szekrénybe. Egyszer azt mondja a feleségem, hogy mi lesz ezzel a sok cukorral itt, hogy hát mondom, mi lenne, hát majd megisszuk teába, kávéba, amibe kell. És elkezdtük meginni. És hát, még bontogattam, nézegettem, hogy olyan jó pofák, mondom, nem kéne ezt elhasználni, és akkor puf, abba hagytuk a felhasználást, és innen kezdődött el egyfajta gyűjtögetés, hát akkor még úgy egy kicsit szolidan, majd egy 8 évvel ezelőtt talán pont a riport kapcsán felfedeztek a többiek, akik már klubot alakítottak. Úgyhogy van egy klubja is ennek a csapatnak, durván 20-30-an vagyunk benne. Ez mindig egy kicsit képlékeny, mozgékony. Vannak, akik elfoglaltság miatt nem tagok ugyan, de ők is csinálják. És hát ez már egy jó dolog. Hát, ki tudja, mi lesz ebből. Ha semmi nem lesz belőle, semmi hatalmas dolgot nem fog alakítani ez a klub, akkor is ezeknek az embereknek van egy gőzlevezető, kellemes, szabadidős foglalkozása. És ez szerintem mindenképpen fontos, hogy az embernek úgy az egészsége megmaradhasson. A cukortasakokat most örömmel rendszerezi gyártók, országok, témák és az előállítás szerint. Kiskomolason van 2 barátunk, akik korábbi cukorgyűjtők tulajdonképpen már. Ők viszont készítik is a cukrokat, tehát ő tudja ennek a süvegcukor készítésnek a fortéját, és amikor, hát kicsibe ugye az könnyebb, ezeket a nagyokat már arra készített, hogy amikor Magyarországon volt, meg lesz ilyen találkozó, akkor ezt a olasz vezérnek oda lehet ajándékozni, vagy annak akinek, és vagy a kisebbeket ilyen emlékbe mindenki megkapta ezen a találkozón, mert 2 éve volt egy találkozó Magyarországon, ami már igazi nemzetközi találkozó volt szerencsére. Az idén tudjuk mi miatt, de elmaradt, nem csak ez, az olaszoknál is elmaradt a találkozó természetesen, úgyhogy hát ilyeneket is gyártanak. Azután vannak különleges alakú cukrok, vannak ugye különleges méretű cukrok, vannak ezek a kávészemet utánzó cukorkák, és akkor vannak azok a 2 szem kocka, ez különösen franciákra volt jellemző, hogy 2 mokka cukrot így összecsomagoltak, és valamilyen ábra megjelent ilyenkor a papíron. Hát innen indult az egész cukorgyűjtés tulajdonképpen, tehát azok a cukrok azért lényegesek, meg azért érdekesek. Azután hát mi is készítettünk már, amikor... Igen, itt a karcagiakat akartam éppen mondani, hogy felfedeztem, hogy van néhány karcagi is. Hát ez éppen egy festőművésznek a műveiből készült sorozat, amit a feleségem csináltatott, amikor Olaszországba mentünk. Úgyhogy hát Kenyeresné Ágiról van szó, a bizonyára mindenki kitalálhatta, és az ő szép képeiből, és nagyon is tetszett a ottani társaknak, és boldogan csereberéltek. Egyébként nem annyira szigorú ez a cserebere, hogy adok egy cukrot, adjál egy cukrot, adjok 2, akkor jó, akkor 2 adok én is, hanem ilyen szabad a gazda, tehát 2 az 5-öt is érhet, vagy az 5-2-t is érhet, tehát ez a lényege igazából a kapcsolatok épülnek, barátságok születnek, és ez egy jó dolog. Található gyűjteményében cukortasak légitársaságoktól, szállodáktól, éttermektől, kávézóktól, de már karcagi sorozata is van a számtalan cukortalálkozós mellett. Vannak kifejezetten gyűjtőknek készülő, szív alakú példányai is.